Évek óta minden középiskolai nappali képzésben résztvevő diáknak kötelessége az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése. Enélkül nem engedik érettségire sem a tanulókat. A teljesítést 9. évfolyamban lehet elkezdeni, és ajánlatos még a végzés éve előtt befejezni. A folyamatot pedagógusok is segítik, a program pedig úgy épül fel, hogy van felkészítési szakasza is a tényleges tevékenység előtt. Közösségi szolgálatnak számítanak az olyan iskolán belüli vagy kívüli segítő tevékenységek, amelyek nem igényelnek szakmai végzettséget. A diákok a közösségi szolgálatért egyik fogadó intézményben sem kapnak fizetést. A szolgálatot akár a megyei könyvtárban is teljesíthetik a tanulók. A Csiriptanya játéktárunkban fogadjuk és koordináljuk a gyerekeket, a tanulókat. Komár Ágnes kolléganő koordinálja a munkájukat. Részt vehetnek a kreatív foglalkozások előkészületi munkáiban, magán a foglalkozásokon segítenek. Nagyon nagy segítség nekünk a rendezvények technikai hátterének lebonyolításában. Ilyen például minden évben az ünnepi könyvhét, amikor kitelepülünk a Kossuth térre, illetve egyéb rendezvényeink kitelepülésekor nagy segítség. De segítenek nekünk a feldolgozó osztályban, ahol a könyvek állományba vétele történik, a könyvek felszerelésében, tehát a jelzetek felragasztása, vonalkódok felragasztása, illetve itt a helyismereti gyűjteményünkben, az apró nyomtatványok rendezésében. Minden évben bevonjuk őket a strandkönyvtár szolgáltatásainkban, idén is most néhány diák közösségi szolgálatot ott teljesít. A tavalyi évben 17 oktatási intézmény 489 diákját fogadta a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Sokan nyáron letudják az 50 órás teljesítést, de vannak, akik inkább évközben dolgoznak az iskola mellett. Egész évben jönnek, tehát nem csak nyáron. Nyáron ők is szerintem azért próbálnak egy kicsit pihenni, nyáron a diákmunka lehetőségnek is vagy a diákmunka programnak is lehetőséget teremtünk, úgyhogy két turnusban 8 fő, illetve 9 fő diák vett részt a programba. A szolgálat feltételeiről és a fogadó intézményekről részletesen a www.közösségi.ofi.hu oldalon is tájékozódhatnak a tanárok és a diákok egyaránt. A közösségi szolgálat célja a társadalmi kohézió és a generáció közötti kapcsolat megerősítése, de tanulási motiváció is lehet és érzékenyítő szerepe is van. Pedagógiai szempontból fontos, hogy a diákokban kialakuljon a társadalmi tevékenységek iránti elkötelezettség.